Sziasztok, ez itt ismét a Cult Hunter. A mai film, amiről beszélni szeretnék nektek, az az idei éve egyik meglepetés filmje és kassza sikere, a Tűnj el, vagyis a Get Out. A mai horrorfilmekben nem ritka, hogy egy súlyos társadalmi problémát helyeznek középpontba, így volt jelen az, amikor kialszik a fényben például a depresszió, a Babadookban a családi tragédia és az egyedüllét, vagy ebben a filmben a rasszizmus. A sztori egyszerű, van nekünk egy párunk, név szerint Rose és Chris, akik elértek a kapcsolatukban ahhoz a ponthoz, hogy a lány meghívja hétvégére Chriszt a szüleihez. Ez így önmagában lehetne az apádra ütök négy is, azonban a csavar ott van, hogy Chris afroamerikai, Rose pedig fehér család gyermeke. Egy rövid felvezető után, amikor elérkezünk apuhoz meg anyuhoz, vagyis a nagy találkozáshoz, valahogy Chrisszel együtt kezdjük kényelmetlenül érezni magunkat, a szülők túlzott vendégszeretete inkább kínos és parás, mint megnyugtató. És ahogy telik a hétvége, és megismerkedünk a család többi tagjával, a szintén afroamerikai alkalmazottakkal, vagy az idézőjelbe tett családi barátokkal, úgy kezd minden egyre szürreálisabbá és félelmetesebbé válni. Nagyon nehéz úgy beszélni erről a filmről, hogy ne lőjek le semmi csavart belőle. A rendező Jordan Peele, egy amerikai humorista, akinek ez az első rendezői munkája, így egy nagyon egyedi ízt tudott belecsempészni a filmébe, ami nem más, mint a humor. Persze itt nem tércsapkodós poénokra kell számítani, hanem nagyon finoman prezentált szatirikus jelenetekre. Nagyon érdekes volt számomra, hogy ezek a jelenetek leginkább a rasszizmus témakörére építkeznek, így ahogy mosolygunk ezeken a részeken, egyben a feszültség is fokozódik a nézőkben. Ezzel együtt a hangulat is zseniálisan lett prezentálva, az okos forgatókönyv, a hátborzongató színészi játékok és az iszonyat parály zene végig feszülté teszik ezt az alkotást, és segít abban, hogy együtt gyanakodjunk egy néges ráccal, egy fehérekkel teli világban. A sztori tehát jó, a feszültség végig jelen van, a mondani való megfelelően lett beépítve a filmbe, nekem mégis hiányérzetem volt, amikor elhagytam a mozitermet, ez pedig azért volt, mert a Tűnj el sajnos nem horrorfilm. Én sokkal több parázható jelenetre számítottam, valahogy a feszültség és a rejtélyes hangulaton túl én több félelmet el tudtam volna viselni a vásznom. Szerintem ez az alkotás inkább működik thrillerként, mint horrorként. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincsenek benne félelmetes jelenetek, sőt, amikor Chris megpróbál kimenni rágyújtani hajnalban, és szembe találkozik a család egyik alkalmazottjával, hát mit nem mondjak, igen hatásos jelenet lett. Továbbá a lezárás nálam valahogy egy kicsit egyszerűre sikeredett, azzal, hogy elvartak minden szálat, valahogy az élmény kevésbé maradt benne a nézőben, miután elhagyta a mozitermet. Összességében a Tűnj el egy remek korrajz, ami szatirikus formában mutatja be a modern rasszizmus fogalmát, és ő jól kifigurázza a fehér liberális társadalmat és az afroamerikai kultúrát egyaránt. A központi rejték kellően elvetemült, azonban sok meglepetés nem tartogat a tapasztaltabb mozinézőknek. Nagyon sok ijesztő jelenet szerintem nincs benne, így aki óckodik a horrorfilmektől, azoknak is bátran tudom ajánlani. Jó magam, remekül szórakoztam ezen a filmen, azonban a rendkívül pozitív kritikai vízhang miatt én egy picit többre vártam, így egy erős 70%-ot tudok ráadni. Köszönöm, hogy ismét velem voltatok, sziasztok!